Kedves, bártos Zselek, engedd meg, hogy kifejezésre jutassam a véleményemet az egész évi munkáddal és a magyar focihoz való hozzáállásoddal kapcsolatban. Köszönöm. Tudom, nagyon teátrális és sikerült, és nem cinikus akartam lenni a Zselekkel kapcsolatban, de egyszerűen régebben is akartam már beszélni róla, az értékelő műsorokon kívül. Nagyon sokszor megkapom azt, hogy például a Videotonnak a szurkolója azt hiszik, hogy, hogy utálom őket, vagy a, vagy a Loki szurkolója, vagy éppen az aktuális valaki, akiről mondok esetleg egy negatív véleményt. Hát egy negatív véleményem nem volt még a Bártosról, sőt azt gondolom, hogy lehet, hogy nem egy világbajnok edző, de az a hozzáállás, amit mutatott egész évben a, mind a csapatához, de a, magyar focival kapcsolatban azt hiszem, hogy példaértékű. Én nem tudom legalábbis, hogy bármilyen problémák lennének vele, vagy sztár lennének vele, de mondjuk ez legyen az ő csapatának a problémája, ha van egyáltalán. Viszont most megjelent a nyilatkozata a videóton ebben a szezonbeli utolsó mérkőzésével kapcsolatban, és baromira igaza van. Tehát valahol már határt kellene szabni ennek a, ennek a játékvezető uralomnak itt a magyar labdarúgáson belül. Nem tudom, ki, ki kell ahhoz, hogy, hogy valami, valami változás történjen. Még a sokak által köpködött, sőt, általam is azért elég sok negatív kritikát kapott, Stankovics is megegyezte egy mérkőzés közben, hogy mennyi játékvezető is van a bl -ben? Mennyi magyar játékvezető is van a bl -ben? Ja, csak egy. De ő is Erdélyből. És barom igaza van. Egyszerűen azt látom, megy a totojázás, a percekig tartó húzavona egy-egy döntéssel kapcsolatban. Most azt lehet vitatkozni, hogy ezen a mérkőzésen, hogy az elvett gólok mennyire jogosak, mennyire nem, de az egész magyar labdarúgásnak, a, csak ha csak ezt a szezont nézzük, akkor borzasztó sok olyan döntés történt, amivel azért lehetne vitatkozni. És megmondom őszintén, engem rohadtul nem érdekel, hogy Hanacsek Attila, a játékvezetői bizottság vezetője, ilyen olyan statisztikákat hoz, hogy, hogy milyen jó döntés született, meg milyen rossz döntés született. Hát először is mi, mi a mérce, amihez képest lehet azt mondani, egy döntés, hogy jó vagy rossz. Én egyet tudok, a magyar labdarúgás szempontjából nagyon-nagyon rossz döntések születnek. Már csak azzal, hogy állandóan hezitálnak, nem merik a döntéseket felvállalni, semmilyen kompromisszumra nem hajlandóak, nem lehet egy Játékvezetőt, játékvezetővel interjút készíteni egy-egy mérkőzés után, holott elvárják, hogy a játékosoktól, a szakvezetőktől az, az interjú lehetőséget, és utána majd jól megbüntetik őket, ha éppen egy felidegesített pillanatában nyilatkozik valami olyat. Nem is beszélve arról, amikor a játékvezető folyamatosan nyugalomra inti a játékost, meg a szakvezetőt, a közönség és maga a mérkőzésnek a hangulata pedig egyértelmű, hogy emelné az adrenalin szintet, hogy egy élvezhető jó mérkőzést lássunk. Nem tudnak egyszerűen a magyar játékvezetők középutasak lenni. Vagy engedik azt a játékot, ami már sokszor a brutalitásba megy, vagy minden szírszart lefújnak. Egyszerűen semmiért nem merik fölvállalni a felelősséget, és már csak azért sem, mert maguk a játékvezetők nem a játékkal foglalkoznak, nekik nem az a legfontosabb. Nem a játékos testépsége, nem a szurkoló szórakozása, nem a tévénéző kiszolgálása, hanem saját maga. Mégpedig azért, hogy a jövő héten ugyanúgy vezethessen, megfeleljen, megfeleljen annak, aki otthon ül a tévékészülék előtt, és számolja, hogy hányszor hangzik el az ellenfélnek a szídása, mert ilyen is van. Tehát egy MLS, MLS ellenőrtől hallottam, hogy őket is ellenőrzik, támolja a tévékészülék előtt, hogy hányszor hangzik el az ellenfélnek a szídása, és hogyha nem áll összhangban azzal a jelentéssel, amit az ellenőr lead, akkor többet az a jelz ellenőr, nem is az, hogy többet egy ideig biztos, hogy nem mehet. Márpedig az nagyon jó pénz mindenkinek, mert az MLS elfelejtette elmondani, hogy senkinek nem engedik el a kezét. Aki jól megfelel, az mehet játékos ellenőrnek a karrierje befejezése után. Ha mondjuk nem volt éppen megfelelő játékvezetőnek valamiért, akkor még ellenőrnek elmehet. És azért ellenőr mindenhova kell, MB1-be, MB2-be, MB3-ba, még a megyébe is. Tehát senkinek nem engedi el a kezét az MLS, és ez az apparátus egyszerűen zabálja a pénzt. Azt a pénzt zabálja, amit a klubok kapnak, esetleg közvetítési díjak, vagy bármi másnak az örvén. Ezért kellene a ligának a mérkőzéseket szerveznie, magát a bajnokságot szerveznie. De vissza a játékvezetőkhöz. Ha fölmentek a focibíró.hu-ra és elolvassátok a hozzászólásokat, amit játékvezetők írnak, nagyon-nagyon meg fogtak döbbenni. Az azt sajnálom, hogy ez a weboldal ez nem kap nagyobb népszerűséget. Mert ott megnézhetitek szinte az összes kritikát, amit mi megfogalmazunk, szakmai oldalról is alátámasztva. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek fel kéne látogatni a, a ra megpróbálni regisztrálni, és hozzáírni a szurkolói véleményét. Tehát itt visszaolvashatjátok azokat a hibákat, amiket a játékvezetők elkövetnek, és az egymás közötti esetleges csörtéket is meg tudjátok nézni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nincs rendben a magyar játékvezetés. És most már azt gondolom, hogy én, mint szurkoló, kijelenthetem azt, hogy igenis gátja a magyar labdarúgás fejlődésének, a játékvezetőknek a működése. Az a veszőparipám, és most már ezt más is alátámasztotta, hogy a magyar játékvezetők azért nem tudnak nemzetközi szinten fújni, mert nem tudják lekövetni a játéknak a gyorsaságát. És ez egy magyar szint. Az a, és ha megfigyeltétek, általában azokat a csapatokat sújtják ezekkel a kétes ítéletekkel, akik megpróbálnak technikás európai szinten is elfogadható gyors játékot játszani. Azok, akik pozíciós játékot játszanak és pontrugásokkal haladnak előre, ezekből szerzik meg a góljaikat, régi motorosok, érdekes módon velük nem szokott annyi probléma lenni. Nem is sújtja őket annyiszor szóval piros lap, sárga lap vagy ha hasonlók. És azok a külföldi játékosok, akik megpróbálnak esetleg a gyorsabb játék miatt protestálni, természetesen rögtön sárga Persze lehetne mondani, hogy nem kéne hozzászólni a játékvezetőhöz, de ez is nonszensz azért, hogy egyszerűen nem lehet semmilyen szintű kritikával élni a működésükkel kapcsolatban. Ha megkritizálsz, a játékos a szakvezető megkapja a büntetését, ha klub szinten próbálsz protestálni, meg sem hallgatnak, vagy esetleg ne a úristen még rátszálnak, és érdekes módon negatív döntések tömkelegét fogod kapni a következő mérkőzéseken. Hát kinek van erre energiája, kinek van erre pénze? És egyszerűen most már azt látom, hogy a magyar játékvezetői karnak, illetve a játékvezetői kar vezetőségének kell megfelelni, nem pedig az MLS-nek, nem pedig a közvéleménynek, hogy gy játszál gyorsabb játékot, játszál góra több játékot, de egyszerűen nem tudsz, mert a játékvezetők nem tudják lekövetni, nem merik fölvállalni a döntéseket a gyors játék következtében, inkább szétfüttyögik a mérkőzést azért, hogy a következő héten is ők fújkáljahassanak. És ilyenkor nem veszik tudomásul azt, hogy esetleg egy év munkáját teszik tönkre, amiről például itt most a Gzselák beszélt, és nagyon kulturáltan megfogalmazta azt, hogy egyszerűen nem érti, hogy miért van erre szükség. És ilyenkor mi szurkolók nem azt nézzük, hogy a játékvezető mit művel, hanem hogy a játékosok, a csapatok irgalmatlanul lassan játszanak, nem góra törőek, igen, mert a gondolataikat az foglalja le, hogy ez most éppen meg fog felelni a játékvezetésnek, vagy nem. És higgyétek el, hogy van ebben valami. Egyszerűen ott van a játékosok lábán a békó, vagy a gondolatiságukban a békó, mert nem tudják, hogy most éppen hogyan kelt fel a játékvezető, mit írt elő a Hanacsek úr, milyen statisztikán kell éppen javítani. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meg kéne fontolni azt, amit most a Gzselák elmondott ebben az interjúban. Azt hiszem, a csak focin lehet elolvasni, de biztos, hogy megtaláljátok. És abban is biztos vagyok, hogy majd most meg fogják mérni ezért a nyilatkozatért, mert ki merte nyitni a száját, hogy felmerte emlegetni azt, hogy egy egész éves munkáját tették tönkre azzal, hogy most nem adtak meg gólokat. És ez nem kifejezetten a videótonról szól, amit most elmondtam ez a vélemény, hanem magyar labdarúgás összműködése szempontjából próbálom meg azt a véleményemet átsugalni mindenkinek, hogy ezen változtatni kell. Hogy baromira ezt a játékvezetői uralmat meg kell szüntetni, hogy a játék legyen a középpontban, nem pedig a Hanacsek Attila által vezetett játékvezetői kar. Én úgy tudom, ez a játék, ez a csapatról szól a csapat működésről szól, a stratégiáról szól, az atmoszféráról, a szurkolók kiszolgálásáról, és a legutolsó, de legutolsó szempontból csak a játékvezetőkről, akik én úgy tudom, hogy a pályának csak a tartozékai. Hát így ehhez kéne tartaniuk magukat, és így kéne viselkedniük, hogy ők is eleme ennek a labdarúgásnak, nem pedig a vezetői, és nem az irányvonal, akikhez alkalmazkodni kell. Az utolsó mérkőzésekhez mindenkinek jó szórakozást kívánok. Sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!